Amit itt látunk, ennek egy része magánfelajánlás. Mutatja Nyúl Anna Mária, a Tolnai Családsegítő Központ szakmai vezetője. Ceduzák, tollak, iskolatáskák sorakoznak az asztalon, új gazdára várva. A családsegítőben rendszeresen szerveznek gyűjtést a rászorulók számára, így iskolakezdés előtt természetesen a tanszerekre fókuszáltak. A gyűjtést néhány héttel ezelőtt egy sportrendezvény keretében hirdették meg, azóta érkeznek a segítségek a rászoruló gyerekek számára. Az idén második alkalommal vettünk részt Müller Zsófi által szervezett Rock and Fitness rendezvényen. Zsófi célja már tavaly is, és az idén is az volt, hogy legyen ez jótékony célú, és a Tolnai Hálóköz Alapítványt gondolta, a Tolnai Hálóköz Alapítványnak gyűjtött. Ez alkalommal, miután meghirdettük a Hátizsáknyi Szeretet akciónkat, kézenfekvő volt, hogy beiskolázásra szeretnénk, rászoruló gyerekek beiskolázására szeretnénk gyűjteni. Ebből a rendezvényből, befolyt pénzösszegből nagyon boldogok vagyunk, mert 6 tolnai iskolakezdő első osztályos kisdiák beiskolázását tudja az alapítvány támogatni. Telephelyenként 2-2 gyermekről van szó. Ezeket a gyerekeket a pedagógusok javaslat alapján választottuk ki, és egy helyi papírbolt volt segítségünkre, aki összeállította a pedagógusok által beadott tanszerlista alapján a tanszercsomagokat. Hátizsáknyi Szeretet a neve annak a tanszergyűjtő akciónak, melyet a családsegítő már a tanév végén meghirdetett az iskolákban. Ennek keretében várjuk a használt, de szép állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, megmaradt rajzeszközöket, füzeteket. Az a tapasztalatunk, hogy fogékonyak erre az emberek. Általában azért a nyár elején nem jellemző, még hogy érkeznek az adományok, a Rock and Fitness rendezvényre hál' Istennek érkeztek. Abban bízunk, hogy a július második felébe, illetve augusztus elején még, amikor elindulnak a szülők beiskolázni, támogatni, akkor tudunk a segítségükre, illetve a lakosok segítségére számítani. Az adományokból nem csak a tolnai gyerekek részesülhetnek, mondta Nyúl Anna Mária. Vadonbogyiszlón, Svácán kertben rászoruló gyerekeknek. Ezeknek a gyerekeknek a kiválasztása az óvodaiskolai szociális segítők, az oktatási nevelési intézmények, illetve a családsegítők kollégák javaslat alapján fog történni. A gyűjtés helyszíne nem csak a szociális intézményben van, a városban lévő papírboltban egy Arrekcélra rendszeresített kosárban is lehetőség van arra, hogy a már a használaton kívüli, de jó minőségű tanszereket leadják, akik majd eljutatják az adományokat a szociális intézménybe. Az érintett családokat mi fogjuk megkeresni, természetesen megkérdezzük, hogy szeretnének-e élni ezzel a lehetőséggel, és mi is szeretnénk augusztus elején szétosztani. Éppen azért, hogy a szülő lássa azt, hogy mi az, amit még be kell szerezni, és mi az, ami már a rendelkezésére áll, megkönnyítve ezzel az iskolakezdést. Figyelembe vesszük a kollégák javaslatai alapján természetesen, hogy hány éves gyermekről van szó, alsó tagozatos, felső tagozatos, vagy esetleg elkezdte a középiskolát, és természetesen ennek megfelelően fogjuk az igényeknek megfelelően a tanszercsomagokat összeállítani. Július végéig várják a családsegítőben a támogatásnak szánt tanszereket, és a tervek szerint augusztus elején kerülhetnek majd ezek új gazdáikhoz.